Jó, ketten kimentek. Jössz a Szürivel? Jó, organizált, mi van a Norbi, mivel menjen most? Jó, akkor várja meg őket. Akkor várja meg őket. Jó. Jó, megvárod, addig itt el vagy, nem? Jó, kicsikét. Egy kicsit ügetünk a szép finom, engedjük ki, Misikém. Ne tököljünk, ne menj 100 kilométert. Hagyja magát, persze. Akar aranyosan. Lépcsőzetességet betartani tudjuk. Hopp, mi van ott neki a szájacskájával? Igen, ő neki új az abla. Milyen szépek a csillagok. Jó, próbáld már most mozogni, hogy küldöd előre, Norbi. Hogyha majd elengedi, akkor igen, bele fogsz, úgy érzi. Még ha keveset is fogsz bele, tudom. Ő úgy veszi azt, hogy most ott neki nagyon furcsa az ott is. Kicsit mozgass már most, Norbi. Úgy, gyerünk, indítsd őt szépen. Ez az, kész, ne tököljünk itt. Engedd ki, jó, hosszúra, azt majd hogy nyomkodj egyensúlyjal. Mert másra sok minden nem tudsz ilyenkor. Seggel, combbal, egyensúlyjal tudod őt aránylag irányítani. Tehát nagyon szépen adja magát, úgyhogy. Most már csak engedd ki, azt egy helybe álljál, Misikém, mert már ő meg kell, hogy oldja a gyerek. Azért tartom. Azért nevelem. Mondjuk, több évszületes munkám van, Misikém, hogy ezt nevelem jó útra. Nem lesz könnyű helyzetem. Nem a lovat mondom, hanem a Norbit. Csikó az adja magát olyan szépen, hogy abban nincs bajunk. Aranyos. Úgy, mindig mocorog rajta. Mindig, nincs megállás. Hogy mindig ér, húzgáld a szája, így járjon a vas a szájába. Jobbra-balra, tudod mi az? Jobbra-balra járjon a vas a szájába. Nem látom, hogy hát nagyjából, de ne vedd itt ki a kezed, mint a kocsisok. Szépen ott is, ha ide, de felülnék ilyenkor. Nyolcan kell, hogy lefogjanak, hogy ne ugorjak mögé. Ez nem mond neked semmit a személyre? Szépen szeret. Na no, jó fej, aranyos, azt mondja. Na látod, a szürke is nem volt, nem mondtam hülyeséget. Kérdezi, mit csináljuk? Igen, hát igen, ő neki még most a fél feje a társának a kimenetelével van. Tehát ő most arra figyel, hogy elment a barátnő. Ebben biztos vagyok, de csinálja azért a dolgát. Hall egy nyerítést, várja az ő havernőjét. Majd próbáljuk azt elérni, a másik oldalon próbáld lépésre venni, de lépésbe hagyni is. Mert a legegyszerűbb ilyenkor, hogyha megáll. Úgy szépen tegye le magát, és lépést menjen. Ez az. Ez tökéletes átmenet volt. Ez tökéletes átmenet volt. Ezt szeretem. Úgy. Tehát tudja a fokozatokat, az a fontos dolog. Belendített, megy ám trappot, meg kentrét is, csak ha megállítod, akkor megáll, az egy helybe áll. A következő tudod, mi lesz? Már indíthatod is. Tökéletes. Ó, apám, le a kalappal. Le a kalappal. Remek, Norbikám. Ezek tetszenek. Tehát ezeket tanulja alul. Száját, egyensúlyokat, indítok, áll, lassítok. Az már jó, az már azt jelenti, hogy megadja magát szépen. Tehát veszi, figyel az emberre. De különben intelligens, a másik is az milyen hamar tanult, nem? Szerintem ez ugyanaz. Szürkével se volt baj, csak abban benne volt az a harapok, rúgok. Látod, milyen szépen adta magát, hogy elindítottad? Csinálsz többször ilyet, persze nem ilyen megunásig, de majd megint egy kis lépést, akkor mehetsz egy teljes körlépéskét. Jó van, ez az, engedj el. Na most ilyenkor van az, hogy mindenhol megsimogatom. Tehát lépést megy, egy kézbe veszem a száll, elől, hátul, úgy. Jobb oldalon is, nagyon jó. Na ez tetszik. Ez tetszik. Másik oldalon is simíz meg őt, de hogy érezze is, hogy oda, hogy hallja is. Nem baj az, nem fáj az neki. Na, ez tök. Most úgy érzem, hogy el is engedte magát. De nem is szólok bele, mert tudod, hogy mik jönnek. Igen, látod, hogy elég, ha egy dekával jobban befogsz. Az a rossz kezed, ugye, egyből a ló kimutatja, hogy fa kezed van.
Lehet, hogy tele lesz szálkával a nyaka is a lónak, bazd meg reggelre. Tudod miért? Fakezed miért? Én nem mondtam, hogy engedjük el, de mindegy, bóklásza. Ha így megy, látod? Elég neki egy kis izé otta. De nem baj, ezért ne hagyd, hogy szépen próbáld így egyensúlyjal ilyenkor. Hát úgy mondtam a jobbra fordulást. Ez az. Jó, arra fel. A kaputól tudod távol, amit már megtanultuk az életben, hogy tudjuk, hogy ők ide húznak. Ide jönnek a legjobban. Egyszer voltak, akkor is tudják, hol a kijárat, bejárat. De hát szerda van, gyerekek, tökéletes minden. Nem baj, ezen a köröcskén is mész. Úgy csak sokat játsz a szájával, az a lényeg. Húzogasd a jobb felit, bal felit. Kicsit fölrakja majd, aztán elfogadja. Ha majd nem okoz neki fájdalmat, ugye, mert egy fokhias